nyelvén, idegen nevén cash game játék, melyben a vak szintek, tehát a vakok nem emelkednek soha, nem emelik a vak szinteket, akkora a vak, amekkorát éppen a játékosok megállapítanak, tehát leül a 10 játékos az asztalhoz, megbeszélik, hogy milyen vak szintekkel játszanak, és egész végig, ameddig el nem álmosodnak, vagy el nem mennek valahova máshová bármit csinálni, addig ők ezekkel a vak szintekkel játszanak. Na most ezek a vakszintek azért nagyon fontosak, mert amikor ilyen játékra leülünk, meg kell választanunk a vakszinthez mérten azt, hogy mennyi pénzzel ülünk lejátszani, ugyanis nem mindegy, hogy mi mennyi pénzzel ülünk az asztalnál, és az ellenfelénk mennyi pénzzel ülnek az asztalnál. Előfordulhat az az eset, hogyha mi példának okáért beszállunk 1000 forinttal egy játékba, de egy játékos, egy ellenfelünk mondjuk 20.000 forinttal a játékba, akkor ő le tud minket játszani az asztalról azzal, hogy olyan nagy hívásokat hoz be az asztalra, amiket mi nem vagyunk képesek megadni, hiszen nincs annyi pénz előttünk, illetve annyi zseton nincs előttünk. Ilyen cash game-ben a megbeszélt kisvak, nagyvak ugye nem változik, viszont a nagyvaknak minimum a 100-szorosával érdemes, illetve optimális beszállni a játékba. Általában a hely, ahol játszunk, illetve ha ezt otthon tesszük, akkor otthon is, meg szokták szabni a minimum beülő mértékét, és a maximum beülő mértékét is. Ez természetesen változhat ez a mérték, és változhat az is, hogy ezt egyáltalán meghatározzák-e. De hogyha meghatározzák, akkor mindenképpen érdemes a maximum beülővel beülni. Nehogy véletlenül mások az asztalnál, esetleg a 10 főből többen is úgy döntsenek, hogy ezzel a maximum értékkel szállnak be, és akkor úgymond ránk ülnek ezzel a zsetonnal, mert nem fogunk tudni semmiféle akciót végrehajtani, mert ha tegyük fel ezek a versenyzők, akik a maximummal ültek be, agresszívabbak, sokkal jóval, mint mi, akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a kihívásaikat megadni, legalábbis hosszabb távon, és mindenképpen arra leszünk rákényszerítve, hogy szépen lassan elfogjon a zsetonunk előlünk. Ennél egy kicsit bonyolultabb az a fajta játék, amit minden kezdőjátékos is fog játszani, az úgynevezett tournament játék, aminek nagyon sok verziója van. A következő videók egyikében fogok ezekről beszélni. Ezek a tournament játékok, ezek a versenyjátékok abban különböznek a készpénzes játéktól, hogy itt a vakszintek emelkednek. Nem feltétlenül a duplájukra, mindig meghatározott módszer szerint, vagy meghatározott mérték szerint emelkednek a vakszintek. A vakszinteket mérik, a vakszintek ideje is mindig változik. Minden verseny előtt érdemes informálódni arról, hogy ez a verseny milyen vakszintekkel kezdődik, mekkora kezdő zseton mennyiséget kap egy-egy játékos. A vakszintek emelkedésén kívül az, hogy a vakszintek emelkedése mennyi időnként történik meg, mert ez nagyban befolyásolja azt, hogy a verseny mennyire lesz gyors, illetve mennyire lesz agresszív lefolyású. Nyilvánvaló, hogy minél gyorsabban emelkednek a vakszintek, és minél kisebb a zseton, kezdő zsetonkészlet, és minél rövidebb időnként következnek be ezek a zseton vakszint emelkedések, annál gyorsabb és annál agresszívebb játékot követel meg ez a verseny, hiszen minél hamarabb el kell tudnunk dönteni azt, hogy nekünk mennyi zsetonunk van, tehát minél hamarabb egyre több zsetont kell összegyűjtenünk saját magunk előtt, azért, hogy a verseny későbbi szakaszában, amikor már a vakszintek igen nagyok, akkor is tudjunk megfelelő akciókat végrehajtani. A vakszintek emelkedésére többféle szisztéma van, lehetnek duplázódó vakszint emelkedések, bizonyos százalékos vakszint emelkedések, kezdődhet a vakszint akár egy zsetonról is, vagy akár 100-ról, vagy 2000-ről, ez mindig a helynek a sajátossága, hogy milyen zseton készlettel rendelkezik, illetve milyen feliratú zsetonokkal rendelkezik. A vakszint emelkedések mértéke viszont az, hogy milyen időnként következik be szintén a pókerteremnek, illetve a kaszinónak, illetve online pókerteremnek a saját elképzelése szerint történik meg. Jellemzően online pókertermekben ezek a vakszint emelkedések sokkal gyorsabban következnek be, hiszen ott egy bizonyos időn belül, adott időn belül sokkal több leosztás történik meg, tehát sokkal több akciót, sokkal több lapot kapunk, sokkal több hendet látunk. Ennél fogva nem fontos annyira zsetonszt készlet szempontjából, hogy minél tovább tartson egy-egy vakszint, illetve a verseny minél tovább tartson, hiszen így is ugyanannyi akcióban veszünk részt, mint egy élővel.